Az Assisi Szent Ferenc segítő nővérei közössége 1997-ben jött létre a Veszprémi Főegyház megyében. Idén, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén kerekévfordulója volt a Balatonkenesei Prébánián és a hozzátartozó filiákon szolgálatot teljesítő nővérek fogadalmainak. Két évtizede, hogy Teréz és Erzsébet nővérek elkötelezték magukat a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség iránt. Erről is vallanak, valamint elmélkednek a húsvét kérdéseiről is, úgy, mint engedjük-e, hogy a szívünkkel lássunk. Assisi Szent Ferenc segítő nővérei közössége 1997 óta teljesít szolgálatot a Veszprémi Főegyház megyében. A közösség alapítója a veszprémi érsek és a legfőbb előjárója is, aki jelenleg dr. Udvardi György érsekatya, és hát ehhez kapcsolódik egy szép emlék is. Most február 2-án volt egy 20 éves jubileumunk, amikor az Erzsébet nővér örök fogadalmának a 20. Nekem a belépésemnek a 20. évfordulója, és akkor kijött Udvardi György érsekatya, és előtte volt a fogadalom újításunk. Balatonkenesei életünknek alapvetően két területe van. Az egyik része az úgynevezett egyházközségi szolgálat, a másik pedig a plébániai szolgálat. Mit akar mindez? Két jó nagy fogalom. Az egyházközségi szolgálat egy egészen tág kört fed le, akik az egyházhoz tartozó emberek, és azt mondják, hogy valamiben tudunk nekik segíteni, beleértve lelki beszélgetéseket, lelki vezetéseket, közös imádságokat. A plébániai szolgálat azonban ki alapvetően a Balatonkenesei és környéki plébániáknak az ellátását jelenti, a hitoktatástól, az adminisztrációs feladatokon keresztül, a templom díszítésen keresztül, mindenféle tevékenységi körben. Miért fontos az, hogy plébániai vagy egyházközségi szolgálat? Igazából, amiért ez a közösség létrejött, ez az életforma, amiért a veszprémi érsek az áldását adta, ez szűken ez az egyházi szolgálat. Példaképünk Assisi Szent Ferenc, aki egy nagyon egyszerű és Istennek odaadott életet élt, és ő volt az, aki elment a pápához, és az ő áldását kérte a saját életére, ami nagyon érdekes dolog volt, hiszen nem volt megszokott a középkorban, hogy bárki eljutasson a pápához. Ferencnek ez sikerült a társaival együtt, de nem engedték be. És akkor azt mondta Ferenc, hogy nem baj, nem adjuk fel, imádkozunk. És várunk, és harmadik Ince pápának az egyik éjszaka egy nagyon érdekes álma volt. Nem ismerte Ferencet, de álmában őt látta meg, amint a döledező templomot a vállával támasztja meg, és segíti, hogy állva maradjon. És amikor másnap Ferenc a társaival ismét jelentkezett, hogy beszeretnének jutni a pápához, a pápa felismerte az álmában szereplő harmadik Ince pápa, Szent Ferencet, és fogadta. És azt mondta, hogy lehet, hogy szegény, rongyos, kilóg mindenkitől, de valami olyat fog tenni az ő életében, ami az Isten ügyét szolgálja, és az egyházat segíti. Hát innen származik a közösségünknek az életformája, a feladatköre alapvetően. Szent Ferenc az egyik legnagyobb példaképünk ebben. Mi is a közösségünknek a mottója. Szent Ferenctől választottunk egy idézetet, ami így hangzik, hogy mi Isten komédiásai vagyunk, akiket azért küldt a világra, hogy megtanítsuk az embereket az igazi örömre. És ez az öröm, ez rögtön felveti a kérdést, hogy milyen öröm.
amire mi próbáljuk a fókuszt helyezni. Beszéltünk rövid távú örömökről, amelyek pillanatnyi kielégülést adnak. Ezt inkább hedonizmusnak lehetne jobb szóval mondani, hát nem erre fókuszálunk. Vannak a földi életet könnyebbé tevő olyan feladatok, mint együttműködés, közösségépítés, szolidaritás, amelyek szintén fontosak egy közösségi élet szempontjából, és ezek is örömforrások lehetnek, részben erre, de nem igazán erre fókuszálunk. Tehát a mi távlati örömeink, azok az örök életre vonatkoznak, és Istentől származó örömök, és mi igazán ezt próbáljuk átadni az embereknek. Amikor a közösség létrejött, akkor több formában próbáltuk ezt a szolgálatot ellátni, és ezt rugalmasan próbáltuk a közösségi kereteket ahhoz alakítani, amit a maga a környezet, a feladat diktált. Ferenc pápa fogalmazta meg nagyon bölcsen, hogy amikor egy közösség újjá alakul, akkor nem elsősorban a keretekre helyezzük a hangsúlyt, hanem a lényegre, a szolgálatra és az üzenetre. És mi ennek megfelelően alakítottuk ki azt a jelenlegi formációt, amiben most itt dolgozunk és élünk. Mit jelent az, hogy balatonkenesei plébánia és a környező települések, mivel a mi előjárunk is a Veszprémi érsek, ő csatol egy plébániához hozzá, vagy el plébániákat, így növekszik a terület, vagy csökken. Hát mi most éppen egy növekvő területű plébániához tartozunk, de ez nem jelenti azt, hogy a környező katolikus intézményekben, általános iskolákban, gimnáziumban ne hívnának el minket egy-egy lelkinap vezetésére, vagy egy-egy beszélgetésre. A feladatok mellett nagyon fontos számunkra a lelki töltődés, a lelki táplálkozás is. Ennek elemei a napi szentmise, ha van rá lehetőségünk, reméljük, hogy mindig. Szentírásolvasás, szentségimádás, lelki olvasmányok. Hát mivel néha elkezdem a reggeli tanítás reggel 8 órakor, délután 3-4-5-6, mire az utolsó korrepetálásnak is vége. Nem mindig jut minden lelki feladatra idő, ilyenkor megint a rugalmasság elve alapján egy másik napot próbálunk szabaddá tenni, és ott pótolni azt a lelki töltekezést, ami a mi életünknek a forrása. Nekem mindig azt tanította a lelkivezetőm, hogy azt tudom továbbadni, ami bennem van, azt az örömet, ami bennem van, azt a töltekezést, ami bennem van, és ez nem maradhat ki egy embernek az életéből. Szent Ferencnek nagyon-nagyon sok követője van, ma is. A világban ez mindig így volt, amióta világ a világ. Különösen a női közösségek Magyarországon nagyon sokan vannak. Mi is egy vagyunk közülük. Sajátosság a női közösségeknek, hogy ezek általában kis létszámú közösségek mindenhol. Tehát mi is itt ketten élünk, de ez máshol is van, ketten, hárman, egyházban. De mégis egy. Egy, ami példaképünk, az Assisi Szent Ferenc, az ő szegénységében és odaadottságában. Leginkább a női ferences közösségeket úgy lehet elképzelni vizuálisan, mint a gomba. A gomba az nem él meg egyedül, hanem gombatelepekben létezik igazából. Ezek ilyen kicsi kis sejtecskék, de összetartoznak, a gyökerükben összefonódnak. Na, így van ez a Magyarországon élő ferences női közösségekkel is. Hozzá kell tenni, hogy ismerjük egymást, mert bár a feladataink mások, az ország különböző részein élünk, mi minden évben azért vannak közös találkozási lehetőségek és pontok, képzések, közös imádságok, amik azért szorosan össze tudnak minket kötni, és olyan jó tudni, hogy ti is vagytok, meg mi is vagyunk, meg ők is vannak. És így mindig egyre nő ez a közösség. A minden szerzetesnek van egy új neve, amikor a fogadalom tételhez járul, illetve amikor a ruháját megkapja, az új ruháját megkapja. Ilyenkor egy picit eltemetkezünk a régi életünknek, és újjászületünk egy új életre. Ezeket a neveket az előjáró választja ki. Mi három nevet adunk meg, hogy miből szeretnénk választani, és például így lettem én is Teréz nővér, és ez a Teréz, ez Líziói kis Szent Terézre utal. Megmondom őszintén, hogy nem ő volt a favorit, nem őt szerettem volna ezt a nevet kapni, de hiszem azt, hogy a Jóisten akarata volt, hogy mégis Líziói kis Szent Teréz lett a védőszentem. Az ő élete nagyon érdekesen alakult.
Nagyon sokan egy ilyen édeskés, kedves, barátságos, aranyos kis nővérnek tartják, de ha lebontjuk azt a korra jellemző, kicsit ilyen púderszerű finomságot, kis édeskés lelkületet, akkor egy nagyon határozott hölgynek a karaktere bontakozik ki. Lizziő Terésztől nagyon sokat tanultam. Őt a bizalom szentjének is nevezik, és volt egy hosszabb idő az életemben, amikor volt rá lehetőségem, és tételesen végigvizsgáltam az ő életét, kielemeztem azt, hogy milyen események történtek vele, és meg kellett állapítanom, hogy ez a bizalom, amit olyan könnyen mondunk néha, hogy rábízom magam a jó Istenre, ez nagyon kemény napi döntések árán valósult meg az ő életében. És ezt a bizalmat, ezt nagyon szeretném tőle megtanulni. Honnan jöttem, és ki vagyok, miért lettem szerzetes? Hát én Miskolcról érkeztem, elég régen, 96 tavaszán. Ami érdekes, hogy nagyon fiatal voltam, tehát nem egy felnőtt megtérő, habár nem katolikus családban nőttem fel. Viszont volt egy nagyon gyakorló keresztény görög-katolikus nagymamám, aki ragaszkodott ahhoz, hogy amikor negyedik osztályos 10 éves voltam, azt mondta a szüleimnek, hogy első áldozónak kell lenni a gyerekeknek, hát addig úgy Istenről sok szó nem esett otthon, sőt egyáltalán. Így kerültem el életemben először Miskolcon egy kis templomba, Szentmisére, ez volt a belépő a hittanórához. És amikor oda beléptem 10 éves gyerekként, meghallgattam a szentmisét, ott valamit éreztem. Kijöttünk, és azt mondtam a nagymamámnak, hogy milyen jó a papoknak, mert ők mindig a jó Istennel vannak. Hogy nekik annyira jó. Na, azt hiszem, ez volt a kezdete a jó Isten megszólításának. Ott gyerekként, a gyerek megfogalmazásban, de az érzés az nem változott meg. 14 évesen, 18 évesen és 20 évesen sem, habár éltem az életem, jártam csapatba, énekeltem. Tanultam, kereskedelmi végzettségem van, dolgoztam 4 évet egész pontosan 2 élelmiszerboltban, miközben élelődött ez a folyamat, hogy az én helyem valahol máshol van. Aztán egy lelki gyakorlaton kristályosodott ki egy ifjúsági csoporttal, ahol kértem az ott lévő atyákat, meg nővéreket, hogy imádkozzanak értem, de nem árultam el, hogy miért. És nagyon érdekes volt, hogy hát én azért kértem az imát, hogy az én hivatásom és helyemet megtaláljam, és az ima végén elhangzott Izaiás próféta könyvéből egy idézet: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, örökre enyém vagy. És tudtam, hogy igen, hogy most ennyi, és ezután is ennyi lesz, és akárhány év telik el, akkor is ennyi lesz. Az akkori lelki vezető nagyon bölcs volt, amikor ide költöztem, költözésem előtti estén beszélgettünk, elköszöntünk, és azt mondta, hogy most tele vagy elképzelésekkel, fiatalon, sok mindent szeretnél, sok álmod van, hát egyre biztatlak, hogy ebbe tarts ki, mert semmi sem úgy lesz, ahogy elképzeled most, de a hivatásod az megvan. Igaza volt. Korábban közgazdászként dolgoztam, ez alapvető végzettségem, és ma is nagyon szeretem a közgazdaságtant, a logikáját, a rendszereit, a felépítését. Egy nemzetközi tanácsadó cégnél kezdtem dolgozni, könyvvizsgáló, később vezetési tanácsadó, és nagyon izgalmas feladatokat kaptam, nagyon élveztem a munkámat, szerettem azt utazni a világba, a cégekkel beszélgetni, tárgyalásokon részt venni, cégeket összepakolni, szétszedni, ezek izgalmas dolgok, és be kell vannom, a fizetési csekkem sem volt azért annyira rossz, de ez a munka nem adott akkora örömet, adott örömet rövid távra, de utána kerestem, hogy mi az, ami hosszabb távra ad örömet, mi az, ami előre vinne jobban az életben. És ez volt az én kutatásom, és mellé a Jóisten bekapcsolódott. Gyerekkori barátnőm felkért, hogy a fiának legyek a keresztanyja, és így visszakerültem a katolikus hithez. Elkezdtem gondolkodni, hogy ez most akkor hogy is épüljön be az én életemben, mennyire vegyem ezt komolyan, mennyire fontos az én életemben, és be kell vallanom, hogy egyre fontosabb lett.
egyre fontosabbak lettek a szentmiség, először hétvégén, utána naponta egyre fontosabb lett a Szentírásnak az olvasása, egyre fontosabb lett a szentekkel való ismeretség, és utána hoztam egy olyan belső döntést, hogy ha már ez ennyire fontos az életemben, akkor szeretném ezt véglegesen, ezt a hivatást választani, és így kerültem ide ebbe a közösségbe. Épp az Erzsébet nővérnek volt az örök fogadalma, amikor én ezt végighallgattam, nagyon mélyen hatott rám az ígérettételnek a szava, és akkor döntöttem el véglegesen, hogy szeretnék csatlakozni. Úgy azt szoktam mondani, hogy én voltam az ő ajándéka. A tanulmányaimat több, hát sok évig folytattam, a mesterdiplomát szereztem a hittanár szakon, és ezzel folytattam a tanítást. De az új életem az nem csak a tanulásban változott meg, hanem megváltozott alapvetően beöltözéskor a habitussal, a fátyollal együtt, a nevem is. Én egy kicsit eltértem a megszokottól, mert én csak két szentet jelöltem meg, hogy kit szeretnék én védőszentemnek. Az egyik választásom az Erzsébet volt, Árpádházi Szent Erzsébet, aki talán az egyik legközismertebb magyar szent. Igazából egy okom volt, édesanyám Erzsébet volt, és ez mennyire szép lesz, hogy az ő nevét fogom én is viselni, és rá emlékeztet. A másik jelöltem pedig Liziói kis Szent Teréz volt, akit nagyon szerettem volna. Az akkori előjárunk azt mondta, hogy akkor Árpádházi Szent Erzsébet lesz a kísérőm, és aztán az örökfogadalmamkor megkaptam Liziói kis Szent Terézt, Teréz nővér személyében. Miért Árpádházi Szent Erzsébet? Összebarátkoztunk. Hosszas barátkozás volt. Arra jöttem rá, hogy egy hatalmas dolgot kaptam védőszentként, egy olyan embert, egy olyan magyar nőt, aki az első Szent Ferenc követője volt. Kortársa Szent Ferencnek, általában emlegetjük, hogy a királynő volt, meg ilyen volt, olyan volt, ez mindig az. De a szívében egy dolog volt a legfontosabb, és ez az egy dolog nem volt más, mint Isten az első benne. Az ő szeretete az első benne. Így volt szerelmes, ifjú, jegyes és feleség, így volt szerető családanya. Ezzel a szeretettel a szívében lett később Ferences szerzetes. Ezzel a szeretettel a szívében fogadta el Szent Ferenc palástját, amit elküldött neki. Lehetett volna másmilyen. Lehetett volna olyan, mint a Warburgi várban élő összes többi ember. Lehetett volna szívem ilyen hercegnő világ életében. De ő azt mondta, hogy nem. Szabadon azt mondta, hogy első Isten és az ő szeretete. De nem az érzelmi szeretete, hanem hogy a legjobbat szeretném másoknak, az a fajta szeretet. Így aztán nagyon összebarátkoztunk Szent Erzsébettel az évek során, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon nagy öröm van bennem, hogy ő lett a védőszentem. Egy másik szentet is szeretnék kiemelni, aki számomra nagyon fontos, ő pedig a Boldogságos Szűz Mária. 2 éve volt lehetőségem a Szentföldön járni, végigjárni Jézusnak a lábnyomait, és Máriának a lakóhelyeit, ahol ő dolgozott, élt, imádkozott, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon annak a fiatal nőnek mi is járhatott a fejében, mikor az angyallal találkozott. Ott voltunk a kútnál, imádkoztunk, többször visszamentünk, ott volt a szállásunk, nem messze Názáretben, és egy nagyon nehéz döntést hozott meg Mária. Tehát abban a korban ennek voltak komoly következményei egy ilyen döntésnek, hogy valaki így gyermeket vállal gyakorlatilag a házasság előtt. És ez az igen, amit ő kimondott, ez nagyon nagy lecke sokszor számomra is. Mint említettem, én a közgazdász vagyok, egy alapvetően elemző alkat, nagyon szeretem végig gondolni, mi miért van, mi minek a következménye, miből mi származik. De vannak olyan élethelyzetek, amikor hiába gondolkodom, hogy mi lenne egy logikus lépés, nem tudom meghatározni. Néha sokkal egyszerűbb, hát nem igaz, hogy egyszerűbb, néha úgy érzem, Isten csak azt kéri tőlünk, hogy egy igen mondjunk arra a helyzetre, amibe belekerültünk. És ezt az igent, ezt Máriától tanultam meg, és nagyon sokszor próbálom gyakorolni és követni ezen az úton őt. A másik nagy példaképem az Assisi Szent Ferenc. Nem véletlen.
neki is egy olyan momentuma, ami kevésbé ismert igazából, mert sok minden, Szent Ferencet szerintem mindenki ismeri, hallott róla. Ő az az aranyos, jópofa, nevető, táncoló, botokkal hegedülő szent. De igazából az a hivatás, ami én, valami egész más volt. Az a szeretet, az egész másban bontakozott ki. Szent Ferenc engem mindig arra emlékeztet, hogy mi a lényeg. Az volt az ő jelmondat, hogy Istenem és mindenem. Nincs több mellé beszélés. Elkezdtem tanulmányozni a reguláját, a szabályzatát, amit ő maga ért, hiszen mindig az az érték, az igazán érték, amit valaki saját maga fogalmaz meg, nem más ír róla. Mindegyikben ugyanazt találtam. A szentírást. Szó szerint szentírást. A Biblia tanítását. Mert hogy Szent Ferenc azt mondta, hogy Istenem és mindenem. Isten üzenete a szentírásban van. Ahhoz sem hozzátenni, sem elvenni igazából érdemben nem tudott. Hanem szó szerint követte. És talán ezért van a világban mindenhol annyi ferences, szerzetes. Mert ez a szentírás, ez a mai napig utat mutat. A mai napig jelöli azt a irányt, amerre Isten felé el lehet jutni, amelyben el lehet másokhoz vinni az ő szeretetét. Nagyon fontos az, hogy ezt a szeretetet mindig újra és újra felismerjük. Hamarosan húsvéti időszakra fogunk eljutni. Húsvét nagyon nagy ünnep a katolikus egyházban. A múltkori papon azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet ezt a húsvéti örömet ünnepelni. Mert hogy húsvét egy nap, rákészülünk, ünnepeljük, nagy misék vannak, körmenetek vannak, ajándékozás van. Igen, de az egyházban a húsvét ünnep az 50 napig tart. Hogyan lehet egy örömet 50 napig ünnepelni? Arra jöttem rá, én úgy szeretnék készülni erre a húsvéti alkalomra, hogy minden nap megkeresni azokat az apró ajándékokat, amiket Istentől kapni fogok ebben az 50 napban. Hála listát fogok írni, hálát próbálok kapni, hálát próbálok mondani minden jóért, amit én tőle kapok, és ezáltal próbálom ezt az 50 napos örömet könnyebben átélni, tényleg belsőleg magamévá tenni. A másik, amire szeretnék fókuszálni a húsvéti időben, hogy végül is a mennyországot ünnepeljük, a mennyországnak a megnyitását ünnepeljük Jézusnak a feltámadásával. És nagyon sokat szeretnék a mennyországról gondolkodni, hogy hogy lehet elképzelni, mit fogunk tenni, hogy lesz ez a szellemi test, ez hogyan fog ott létrejönni, hogyan fogunk egymással kommunikálni, mi fog ott történni, milyen lehetőségeink vannak, mit jelent az, hogy Isten színe látása. De ezeket a témákat szeretném 50 napon keresztül majd kibontani. Egy rendkívül időszakot élünk, most már lassan pont egy éve, a Covid vírussal. Én nagyon sokat tanultam belőle, kezdeti nehézségek után. Mit? Hát az egyik, ami engem nagyon mélyen megérintett, azok a lehetőségek. Az új, a valami más, megkeresni azt, hogy mi az, amiben ez előre visz Isten útján, a másik felé, önmagam felé és Isten felé. Nekem egy nagyon nagy tapasztalat volt, hogy hirtelen lett idő, és egy idő után rájöttem arra, hogy mennyire jó. Mert ugyan a plébániai szolgálatban valahogy a templomok, meg a templomi eszközök kicsit háttérbe kerültek, mert ide tanítás, gyerekek, ide mentünk oda, és most így hirtelen lett idő. Hogy egy mekkora ajándék volt arra rádöbbennem, mikor így nekifogtam időt nem sajnálva a templomi eszközök takarításának, a gyertyatartók, a feszületek. Ahogy a két kezem között hirtelen megváltozott az addig olyan elfedett szépség, olyan fényes hivát, olyan szépé vált, hogy úgy rá lehetett csodálkozni, hogy hú, ez pont így van velünk is. Idő után ránk rakódik minden, elfelelkezünk róla, vele szokunk, mert olyan, de hogy azt le lehet szedni, hogy azon át lehet menni, hogy valami új kezdődik. Számomra ez a vírus helyzet, ez igazából ezt tanította meg. Ez az új. Valami más, hiszen idő van, és az idő az mindig a miénk, és értünk van, és Isten azért teremtett időt, hogy használjuk föl. Hát a formája lehet így, lehet úgy, lehet megszokottan és másképp, de én azt hiszem,
Mindenkinek van egy útja, amit meg kell találnia abban, hogy mi az, amit itt és most valahogy másképpen tudok tenni. A járványhelyzet nagyon sokban megváltoztatta a mi életünket is. Egyrészt a belső életünket, hisz sok még zártabb életet kényszerülünk élni, aminek bevallom sok előnye is van, mert sokkal több időnk van a lelki dolgokra, de megváltoztatta az emberekkel való kapcsolattartásunkat, és több online órát tartunk a gyerekekkel, illetve online imaórákat, vagy online lelki vezetést. Ami számomra feltűnő volt az emberekkel való kapcsolattartás során, hogy mint ha kialakult volna egy ilyen tanult reménytelenség, egy tanult tehetetlenség ebben az elmúlt egy évben. Mintha sokan megtanulták volna, hogy nincs esély, hogy nem tudunk kimenni, hogy nem tudunk előbbre jutni, hogy elvesztettünk dolgokat, hogy nehezen küzdünk meg dolgokkal. És minél több ilyen nehéz szituációval szembesülnek az emberek, ez valahogy beépül a személyiségünkbe, beépül a megküzdési stratégiáinkba. Amire most nagyon próbálunk fókuszálni, most már emeltleg kifele fogunk ebből az időszakból menni, de a mostani kommunikációkban, hogy egy tanult reménységet adjunk át az embereknek, hogy igenis van remény, igenis van jövő. Lehet, hogy bizonyos embereknek csak az örök életben lesz a jövő, és ezt elfogadjuk. De nagyon sokunknak itt is van jövője, és itt is van lehetőség arra, hogy a remény emberei legyünk. Hát szeretnék ezt a tanult reménytelenséget inkább felváltani egy tanult reménységgel. Úgyhogy lelki vezetések, tanítások alkalmával megpróbálunk ennek a tanító mesterei és az eszközei lenni. Nem sokára itt a húsvét. Nagyon szeretem a húsvétot kisgyerekkorom óta, a liturgiáját, az imádságait, a templomnak azt az illatát, a milliőit, a hidegét, ami még ilyenkor meg szokott lenni a délután. Mert számomra a húsvét, az szintén az újrakezdés. Az a kő már akkor el van gördítve a ballang elől. De úgy gördült el, hogy senki sem látta. Úgy gördült el, hogy egy örök titok marad a tények előtte, hogy oda temettek, és a tények utána, hogy nyitva van. Ott voltak a leplek összehajtogatva abban a sírban, ezzel is jelezve azt, hogy Isten valóságosan jelen van az életünkben, ebben az újrakezdésben szüntelen, mindig adja jeleket, csak észre kell vennünk. Kicsit olyan ez, hogy mint egy jó krimit nézve, hogy a nyomozás folyamata az mindig előre visz. És olyan sokszor gondolkodtam, mik voltak azok a jelek húsvét történetében, amik azt mutatták, hogy Jézus föltámadt. Hát oda mentek a tanítványok, tényleg annyit láttak, nyitva volt a sír, és ott voltak a leplek. És arra elég volt, hogy rohantak, hogy történt valami. Nem tudták még, hogy mi, nem értették, de nem is biztos, hogy észre kell mindent érteni. Ez egyik kedvenc könyvem, Exupérynek a kis hercege. És olyan szépen tanít benne a róka, amikor azt mondja a kis hercegnek, hogy igazán jól csak a szívével lát az embert, mert ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan. Hát számomra a húsvét ilyen. A szemnek láthatatlan, a szívnek látható, az az egy a kérdés, hogy engedjük-e, hogy észrevegyük.